Dr. Tolnai Kata, állatorvos elmondta, problémát jelent, hogy a kutya és a macska gazdák nagy része tévesen úgy hiszi, a téli hónapokban nem szükséges a védekezés a kullancsok ellen. Bőven látunk kullancsot, kullancsfertőzött kutyát, macskát, decemberben is, karácsonykor is, most már bármikor, hiszen nincsenek hidegek, és nem vonulnak el ezek a kullancsok téli pihenőre. Nagy részük át is vészeli a telet, úgyhogy most már egész évben folyamatosan bolha és kullancs ellen védeni kell az állatokat. Pláne, hogy a betegségeket terjesztenek ezek az élősködők, úgyhogy sokszor nem is maga a kullancs csípés a baj, hanem az a betegség, amit a kullancs terjeszt. A bolha bélférgességet és vérszegénységet, a kullancs pedig babéziózist és hemobartonellát tud okozni az állatoknál. Vagy cseppel, vagy kifejezetten bolha kullancsra törzskönyvezett spoton nyakra csepegtethető cseppekkel, vagy pedig tablettákkal. Kutyáknál a tablettás készítményeket részesítjük előnyben, azt látjuk, hogy hatékonyabbak. Az állatorvos tájékoztatott, macskák esetében a gazdák sokszor használnak nyakörvet, ami akár balesetveszélyes is lehet az állat számára. A bolhák és a kullancsok mellett a szívférgesség is veszélyt jelent a házi kedvenceinkre. Azt viszont a szúnyogok terjesztik, és a szúnyog közvetítésével kapja meg az kutyákat érint elsősorban. Egyre több beteget találunk, egyre több fertőzött állatot találunk, sokkal egyszerűbb megelőzni, mint kezelni, úgyhogy kölyökkorban elkezdett védekezéssel azért biztonságosan megelőzhető ez a betegség. Idősebb állatnál viszont már szűrés, egy vérteszt szükséges ahhoz, hogy a védekezést megkezdhessük biztonságosan. A szakértő úgy látja, az állattartók évről évre egyre tudatosabbak, odafigyelnek a veszélyekre, és megfogadják az orvosok tanácsait.